Mégis vádat emelnek Franciaországban Gérard Depardieu ellen, akit még 2018-ban jelentett fel egyik tanítványa azzal, hogy a sztár megerőszakolta őt kétszer is. A most 20 éveiben járó színésznő 2018 nyarán találkozott Depardieuvel, amikor az mesterkurzus tartott abban az iskolában, ahova ő járt. A vizsgálatot első körben azzal zárták le, hogy nincs elég bizonyíték arra, amit a lány állít, de aztán újból elővették az ügyet. A párizsi ügyészség nem kérte a színész előzetes letartóztatását. Ügyvédje a legújabb fejleményekre nyilvánosan még nem reagált, de korábban úgy nyilatkozott, hogy Depardieu határozottan visszautasítja, hogy nem erőszakot vagy bármiféle bűncselekményt elkövetett volna. A 72 éves Depardieu egyike azoknak a francia színészeknek, akik karriert csináltak Hollywoodban is. Impulzív személyiségek különc viselkedése miatt szorosan követi nem csak pályáját, hanem életét is a nemzetközi közvélemény.